A mai nap telefonja nem mostanában érkezett hozzám, az igazat megvalva már vagy 2-3 hónapja megvolt a videóanyag, viszont én szeretek várni a megfelelő alkalomra a bemutatásra, a megfelelő alkalom pedig, amikor áron alul be lehet szerezni, mert akciós egy kis ideig. Az unboxingot újra fel kellett vennem, mivel a réges-régi első sajnálatos módon elveszett az éterben. Az S86 doboza a szokásos, semmi csicsa, semmi fölösleges kép, csak és kizárólag a lényeg, hogy mégis mit rejt a doboz tartalma. A tetejét levéve találjuk meg az S86 telefont, alatta a leírást, a képernyővédő fóliákat, a garancialevelet és a köszönőkártyát a vásárlásért. Alatta pedig a 24 wattos fast charging adaptere. Kicsivel fentebb van egy ilyen kis műanyag kar, ami szerintem arra való, hogy a telefon alján lévő Type-C portot könnyen ki tudja nyitni, az is akinek mondjuk kicsi a körme. A dobozban végül megtalálható még az USB Type-C töltőkábel. A telefon, ami nálam van, az a 6 GB RAM-mal és 128 GB-os tárhelyen rendelkező sima verzió, viszont a Pro verzió jelenleg kb. Csak 3000 forinttal drágább, ami 8 GB-os, illetve kicsivel jobb kamerái vannak. De ezen kívül a kettő említett különbségen kívül úgy láttam, minden más amúgy tök ugyanaz. Kijelző egy 6,1 incses vízálló Gorilla Glass, aminek felbontása 720x1560, ami szerintem bőven tökéletes egy ilyen áru telefonnak. Bal oldalán található a szabadon állítható multifunkció gomb és a dupla SIM tartója. Az alján található a víz és poráló Type-C töltőport, a tetején pedig szintén a víz és poráló jack csatlakozó. Hátlapi kamerái 16-8 és 2 megapixelesek. A 16 megapixeles főkamera 80 fokos betekintési szöggel, a 8 megapixeles kamera viszont 130 fokos betekintési szöggel rendelkezik. A 2 megapixeles pedig egy makro kamera, amivel nagyon közeli éles képeket tudunk készíteni. A teló jobb oldalán van a Home gomb, alatta van beépített új lenyomat olvasó is, felette pedig a hangerőszabályzó gombok kaptak helyet. Az S86 iszonyatosan jól néz ki, természetesen több színben is kapható, de nekem ez a piros nyerte el legjobban a tetszésemet a többi közül. A telefon nem éppen könnyű maga 323 grammjával, illetve eléggé duci az 1,68 mm-es vastagságával, ami nem hangzik olyan kényelmesnek mindennapi használatra, de ez nem is a mindennapi használóknak készült, hanem inkább a veszélyesebb munkakörökben dolgozóknak, vagy azoknak, akik sokat túráznak, vagy akiknek a tökük tele van, hogy fél nap alatt lemerül a telefonjuk. Ebben a 8500 mAh akku elég sokáig bírja azért. A telefon rendelkezik NFC-vel is, illetve Android 10-en fut, amire majd szépen lassan illene kijönnie a 11-nek is, remélem nem kell sokat várni. Mivel a gyártó biztos volt a termékében, ezért nagyfaszúan azt mondták, hogy azt csinálok vele, amit akarok. Csak stressztesteljem. És úgy voltam vele, oké, rendben, megszabadulunk az utolsó védőfóliától is, és szépen lassan egyre jobban büntetem a kis telefont. Megjegyzem, amúgy tudok kultúráltan emberhez méltóan hagymát vágni, de itt nem az volt a cél, hogy szép legyen, hanem az, hogy gyönyörűeket koppanjon a kijelzőn. Másodiknak jöjjön a vízteszt. Víz alatt is szépen folytatja a videó lejátszást gond nélkül. Na akkor most kombináljuk a vizet és a fagyasztót. Amúgy ezeket, de főleg ezt otthon ne próbáljátok ki, mivel a víznek csúnya tulajdonsága, hogy megnövekszik a térfogata, ha lehűl és megfagy. Például ezért repedsz szét a vizes üveg, ha beleteszed a fagyóba, főleg, ha még le is zárod a tetejét. Amennyiben egy kicsi víz is bejut a telefon egyik részébe, vagy a kijelző alá, akkor azt felnyomja a fagyás közben. Kiolvasztás esetén pedig vízkárt okoz, mivel a telefon vízállóságát elrontja. A teló amúgy bírhatja akár a 40 fokot is, meg a Balatonban is pihenhet
lehet napokig, de ha a hideget és a vizet kombináljuk, abból sok jó soha nem sül ki. A telefont amúgy addig fotózgattam, hogy tökéletes képet tudjak csinálni, amíg a jégkockán belül el nem kezdett a belőle áradó hő lyukat vésni magának. Végül pár játékteszt. A COD Mobile tökéletesen futott rajta. A Wild Rift szintén tökéletesen futott. Végül a Fog Battle Arena is tökéletesen működött. A leírásban hagyok egy linket, akit több játékteszt érdekelne. Összességében ez egy baromi jó kis túlélő telefon, nekem nagyon tetszik, hogy van széles látószögű kamerája, ez a legjobb, ami megfogott benne amúgy. Bizonyos szituációkban szuper képeket vagy videókat tud készíteni, emellett pedig az erejére sincs panaszom, bőven megeszi gyorsaságban a hasonló árban kapható telefonok legjavát, legalábbis az itthoniakét. A linkeket, amíg pár napig akciós telefonnal megtaláljátok a leírásban. Ez lett volna a mai videó, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Devon voltam. Sziasztok! Amúgy a videóban nem véletlenül mondtam, hogy a jég plusz víz kombináció meg tudja gyengíteni a strapabíró telefon kijelzőjét is. Bár lehet, hogy az gyengítette meg, hogy kétszer esett pofára a csempére másfél méterről és egyszer két méterről dropteszt közben, amit a másik kibaszott telefonom végvéletlenül se vett volna fel, mivel hirtelen pont akkor telt meg az a bizonyos tárhely. Just iPhone things. Napá!